Rátérve az országnak az ügyeire, onnan kell kezdenem az egész problémát, és nem fogok hosszú elemzésbe bocsátkozni a múlttal kapcsolatba, mert azt hiszem, önök is nagyon jól ismerik, ebben az országban élnek, de azt azért el kell mondani, hogy ebben az országban nem volt rendszerváltozás. És valahol a jelenlegi problémáinknak egy jelentős része abból fakad, hogy Magyarországon a rendszerváltozás elmaradt. Ami volt, az az volt, hogy a rendszerváltozás előtti politikai erők, azok a hatalmukat anyagi, politikai, hálózati, titkosszolgált és mindenféle lényeges, kulturális, mindenféle szempontból átmenekítették egy új keretbe. Tehát intézményi szinten, vagy a alaptörvényi, vagy jogi szinten demokráciában élünk egy új politikai rendszerben, de a probléma az, hogy ezt az új rendszert ugyanazok működtetik, mint akik az előzőt. És ezért mondom, hogy nem volt rendszerváltozás, de inkább helyesebb, hogyha azt a szót használjuk, hogy nem volt elitváltozás. Nekem az az elméletem, hogy akik az elmúlt 23 évben vezették és vezetik Magyarországot, ugyanúgy vezették volna Magyarországot, ha mi még mindig a kommunista diktatúrában élnénk. És ezt nem csak a bal oldalra értem, hanem a jobb oldalra is. És nagyon furcsának tartom azt, amikor az egyik oldalon Orbán Viktor, a másik oldalon Bajnai Gordon előáll, hogy ők a megújulásnak a letéteményesei. Ugye a magyar társadalomban a kiábrándultság, meg a várakozás egyre nagyobb, és ezt ők is érzik persze, és mindenki próbálja magát úgy beállítani, hogy én fogom meghozni a megújulást ennek az országnak, én fogom az országot ebből a problematikus helyzetből kimenekíteni. Ez ugye most visszatért Bajnai Gordon. Én azt szoktam mondani, hogy mi magyar emberek néha olyanok vagyunk, mint az aranyhalak. Az aranyhalaknak a viselkedésről azt kell tudni, hogy azért elég nekik ez a kis akvárium, ez a kis gömbakvárium, mert pár másodperc múlva elfelejtik, hogy hol úsztak előtte. És igazándiból, miközben ők körbe-körbe úsznak ebbe a kis akváriumba, úgy érzik, hogy ők folyamatosan új helyen vannak. Olyan rövid távú a memóriájuk. És én picit úgy érzem, hogy mi is ilyenek vagyunk, magyar emberek. Sokszor aranyhalként viselkedünk, elfelejtjük, hogy mi történt pár hónappal, pár évvel korábban. Bajnai Gordon nem csinált mást, mint az IMF-nek, meg az Európai Uniónak a diktátumait végrehajtotta. Az már egy másik kérdés, hogy Gyurcsány után úgy tűnt, hogy hát jobb, mint a Gyurcsány, de hát őszintén, ki az, aki nem rossz, ki az, aki rosszabb? Tehát ott nehéz volt, vagy ki az, aki nem tud jobb lenni Gyurcsánynál? Tehát azért ne vegyük már teljesítménynek, hogy valaki jobb, mint Gyurcsány. Bajnai Gordonnak az volt a szerencse, hogy előtte Gyurcsány Ferenc volt a miniszterelnök, és hozzá képest úgy tűnhetett, vagy úgy tüntethette föl magát, mintha valami változás, pozitív változás történt volna. Nem történt. És Bajnai Gordon most úgy tűnik föl, pár év elteltével, mintha ő hozná nekünk a demokráciát. De azért még egyszer visszatérve, Bajnai Gordontól megújulást várni, ez egy nagyon-nagyon nagy naivitás. De Orbán Viktorról is, hát ő van most kormányon, kétharmaddal van kormányon. Hát ő megújulást akar, akkor miért nem teszi? Senki sem akadályozza. Senki. Azért gondolkodjunk el, hogy kétharmaddal bármit meg lehet tenni, és ezt azért sajnos látjuk is, megtapasztaljuk is. De hát az ország javára is meg lehet tenni bármit. Aki kétharmaddal nem bír az ország javára tenni, annak mire van szüksége? Háromharmadra? Vagy négyharmadra? Olyan már nincs is, ugye? Tehát nehogy már a megújulás attól várjuk, aki itt most kétharmaddal úgy tűnik, hogy nem tudott az országon segíteni, és persze lehet, hogy az itt lévő Fidesz szimpatizánsok most ezt kikérik maguknak, mert hogy Orbán Viktor ugye az ő szemükben egy szabadságharcos, aki vívja Európával a szabadságharcot. Csak kérdezzük már meg, és ássunk már a dolognak a mélyre, hogy miért is vívő szabadságharcot? Miért is harcol ő Brüsszelben? Nagyon sok mindenért valóban kéne szabadságharcot vívni. Majd én is mondok néhány példát, hogy mibe kéne például. De miért harcol ő? A médiatörvényért. Talán emlékeznek, Strasbourgban, az Európai Parlamentben a médiatörvényért harcolt. Az mit jelent? Hogy ő embereik legyenek a médiában nagyobb részt. Tehát nem Magyarországnak, nem ez a legfontosabb probléma, hogy MSZP-s vagy Fideszes uralom van a médiában. Vagy a bíráknak a nyugdíjaztatásáért harcolt, ugye konfrontálódott Brüsszellel. Hogy a régi vörös bírók helyett most jöjjenek a narancsbírók. Nem azt mondom, hogy ez egy nem fontos kérdés, de megint nem ez Magyarországnak a problémája. Elmondom, miért nem vív Brüsszellel a magyar föld megvédéséért? Miért nem vív Brüsszellel az államadóság újratárgyalásának a lehetőségéért? Miért nem vív Brüsszellel azért, hogy a cigány kérdés, mondjuk egész Európának most már szinte a problémája, de mondhatom is, hogy már az egész tengeren túlon is probléma, ugye Kanadát belevéve most már,
hogy ezt végre tegyük európai kérdéssé, és ne az a mellébeszélés menjen ebben a kérdésben, hogy itt valójában a csúnya rasszista Európa miért nem emeli fel a cigányságot. Mert körülbelül ilyen szinten folyik ebben a kérdésben a vita, majd erre külön ki akarok térni. Tehát nem akarok másokról tovább beszélni, mert nem azért jöttem, hogy másokról beszéljek. De nagyon veszélyesnek tartom ezt a szirén hangokat, hogy itt mindenki megújulást hirdet, és sajnos lesznek is, akik majd hinni fognak ezeknek a szirén hangoknak. Vannak olyan emberek Magyarországon, akiknek akármit mondunk, nem lehet velük előbbre jutni. Én őket hívőknek szoktam szólítani, tehát ők, az ő számukra mondjuk Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon vagy Orbán Viktor, a jóisten után van egy nagyon-nagyon picivel, de sokuknál még egy picit előbbre is van. És amit Orbán Viktor azt mondja erre, hogy ez valójában ez egy laptop, és nem egy nyitó, akkor ők azt mondja, ez egy laptop, és nem egy, mert Orbán Viktor azt mondta. És onnantól megszűntek az érvek. Tehát velük nem tudok, én most önökhöz szólok, akik valószínűleg azért vannak itt, mert vagy azért, mert szimpatizálnak a Jobbikkal, de bízom, hogy vannak olyanok is, akik azért jöttek, mert kíváncsiak a Jobbikra. És én nagyon örülnék például, hogyha most itt, nagyon örülök, hogy Jobbikos barátaim ülnek itt mellettem, de annak is nagyon örülnék, ha itt ülne mondjuk az MSZP-s, meg a Fideszes, és egymás után tudnánk elmondani önöknek, hogy hogyan képzeli az adott párt Magyarország problémáinak a megoldását. És utána dönts el mindenki, hogy kinek melyik a szimpatikusabb, hogy ki a Jobbik, de ez a vita például nagyon hiányzik Magyarországról. És szeretném jelezni előre, hogy a választási kampány közeletével senki ne gondolja, hogy ilyen viták lesznek, sajnos. Tehát a választási kampány nem erről fog szólni. Pedig én három területet szeretnék kiemelni, amiről beszélni szeretnék. Három olyan ígéretről, ami most már ciklusok óta, de különösképpen a mostani jellegi ciklusban nagyon komoly várakozásokat jelentett. Az egyik ilyen, amikor azt mondta ugye az Orbán kormány, hogy 1 millió munkahelyet fog teremteni. Ez volt az egyik olyan dolog, amiért, és úgy általában a munkahely, ami miatt nagyon sok ember a jelenlegi kormányra szavazott. A másik, a két hét alatt rendet teszek. A közbiztonság. Talán a két legfontosabb dolog, ami az embernek fontos, hogy legyen kenyerem az asztalon, meg ne kelljen rettegnem. Ha munkám van, megéletésem, meg biztonságban érzem magam, a többi, meg mondjuk hozzáteszem, meg van egészségügy, akkor már másra az ember, a többi az már úgy jön magától, vagy az már nem annyira lényeges. Ezek az alapvető igényeink. És a harmadik terület az pedig az elszámoltatás, mert azért a magyar embernek van igazságérzete. És ebben az elmúlt 23 évben ezt az igazságérzetünket úgy nagyon nem tudta senki még kielégíteni. Mindig csak ilyen mellébeszélés volt, a kis halakat megpiszkálták, a nagy halak mindig megúzták, és nem sorolom fel az összes ügyet. Hát itt mindenki megúszta. És mindenki meg is fogja úszni. És erről a három kérésről szeretnék beszélni, mert a kormány, a jelenlegi kétharmados kormány mind a hármat megígérte, és egyikben sem tudott semmilyen valódi eredményt felmutatni. Kezdem az elsővel, 1 millió munkahely. Nagyon bízom benne, hogy ezt nem értettük félre, és Orbán Viktor nem arra gondolt, hogy összesen lesz 1 millió munkahely Magyarországon. Lehet, hogy ő arra gondolt, hogy ha megválasztanak bennünket, akkor összesen lesz 1 millió munka, és majd mit 10 millióan, vagy most már nem tudom hányan vagyunk, ugye 500 000 ember elment időközben. Majd itt amennyien leszünk, akkor ezért az 1 millió munkaért fogunk majd harcot vívni egymással. De nagyon remélem, hogy nem is, hogy azt sem értette rajta a miniszterelnök, hogy 1 millió közmunkást fogok adni az országnak. Mert ebbe a két irányba haladnak az események. Vagy 1 millió munkai lesz összesen, vagy 1 millió közmunkás. Ugyanis a közmunkaprogram, amit én a maga szintjén fontosnak tartok, de a közmunkaprogram az nem foglalkoztatás politika. Ettől nem lesz jobb az országnak. A közmunkaprogram a szociálpolitika. Az én olvasatomban azt jelenti, hogy azon emberek számára, akik ideiglenesen vagy tartósan távol maradtak a munkaerőpiactól, nem tudnak a munkaerőpiacon munkát találni, ilyen vagy olyan okok miatt, a számukra a biztosított szociális juttatásokért cserébe elvárok valamilyen társadalmilag hasznos munkavégzést. Ez a közmunka. És ez így ebben a formában jogos és fontos része a politikának. De ezt azért ne nevezzük foglalkoztatáspolitikának. A foglalkoztatáspolitika az, amikor olyan tisztességes munkahelyeket hozunk létre, amiből a munkavállaló fönn tudja tartani magát, a szeretteit, és tud belőle boldogulni. És Orbán Viktornak egyébként abban igaza volt, hogy 1 millió munkahelyre van szükség. Ha megnézzük például Csehországot és Magyarországot, ezt a két országot összehasonlítjuk egymással, lélekszámban ugye abszolút összevethető a két ország, akkor azt látjuk, hogy Csehországban 1 millióval több ember dolgozik. 1 millió, tehát nem közmunkásként, hanem tisztességes munkahelye. 1 millió embernek, 1 millióval több embernek van. Egész Európában nálunk a legalacsonyabb a foglalkoztatás egyébként.
És ha valami fontos a magyar politikában, lehet itt nagyon sok mindenről beszélni, és tudnék én is, meg majd lesz mindenféle kérdés, de azt tudom mondani, hogy ez a legfontosabb. Tehát én azt mondom, hogy minden másról akkor beszéljünk, minden más politikai kérdésről, ha megmondták azt az összes párt, hogy hogyan teremtene munkahelyet az országba. Ez mindennek az alfája meg az omegája. És onnantól kezdve lehet az összes többiről beszélni. És miért? Mert ha munkahely van, akkor minden van. Ha munkahely van, az azt jelenti, hogy tegyük, hogy 1 millióval több munkahely van. Mit jelent az? Az nem 1 millióval több embernek, az 1 millióval több családnak jelent előbrejutást. 1 millióval több embernek van pénze, keresete arra, hogy a életét rendezze, hogy fenntartsa a szeretteinek és a családjának, meg magának az életét. 1 millióval több ember jelenik meg vásárlóerőként a magyar piacon. Tehát a belső fogyasztás ezáltal, és ezáltal a magyar vállalkozásoknak, már amennyiben a magyar vállalkozásokat segítjük persze, a lehetősége nő, a magyar vállalkozásoknak piaca van, vásárlóképes kereslet jelenik meg. Ami ugye a gazdasági működésnek az egyik alapja, hogy legyen piac. Most nincs piac Magyarország, mert az embereknek nincs pénze. És a harmadik dolog, 1 millióval több ember fizet adót. Tehát a költségvetésben megjelenik 1 millióval több embernek az az adóforintja, amiből a költségvetés aztán a bevételekből fönn tudja tartani magát, nem kerül folyamatosan hiány satuba, tud az egészségügyre, az önkormányzatra, önkormányzatokra, a közbiztonságra és minden más arrendszerre költeni. Ugyanis amit az arrendszerek kapcsán most megy a vita, az egészségügy átalakítása, az önkormányzatok átalakítása, az oktatási viták, ugye itt felsőoktatás, közoktatás, önök is tapasztalják, hogy milyen nagy problémák vannak szinte mindenhol, és hogy mindig ilyen reformokról beszélnek. Ez a legnagyobb mellébeszélés, ugyanis ezekben a szektorokban nem reform szükség van, pénz szükség van. Tehát itt egyszerűen ezektől a szektoroktól az elmúlt időszakban évről évre elvették azokat a forrásokat, amivel fönt lehet tartani az egészségét, az oktatást, és azt mondták az adott szektornak, hogy ennyivel kevesebb pénzed van, és old meg, hogy ebből a kevesebb pénzből azt a szolgáltatást, ami mondjuk egészségügy, vagy oktatás, vagy bármi más, hogy tudod fönntartani. És ez lesz a reform. Ez valójában egy megszorítás. Tehát megszorították az összes szektort, és ezt elnevezik reformnak. Nem erre van szükség, pénzre van szükség ezeknek a szektoroknak. Ezért nem mondjuk azt, hogy a magyar egészségügynek számtalan problémája van, de hát az egészségügy mindenhol problémás, meg az mindig egy olyan terület, ami sohasem lesz elég jó. De hát a magyar egészségügynek nem az volt a problémája, hogy nem volt jól kitalálva, hogy hol vannak a súlyponti kórházak, meg a betegút nem volt jól kitalálva. Persze, lehet ezeken változtatni, de alapvetően a magyar egészségügy legnagyobb probléma az volt, hogy nem volt kellő forrás az egészségügynek a működtetésére, nem volt normális bére az ápolóknak, az egészségügyi dolgozóknak. Ez volt az alapvető probléma, és ezért mennek el Magyarországról. Tehát még egyszer mondom, a legsúlyosabb kérdés az, hogy ki hogyan tud munkahelyet teremteni. És nyilván akkor fölmerül a kérdés, hogy a Jobbik hogyan tud munkahelyet teremteni. Először is látni azt, hogy van egy lyukas hordó, amit Magyarországnak hívunk, ezeket a lyukakat végre be kéne tömni, ugyanis azt is egy nagyon nagy félreértésnek tartom, amikor azt mondjuk, hogy Magyarországon nincs pénz. Ez higgyék, hogy nem így van. Magyarországon van pénz, csak Magyarországon a pénz eltűnik. És most nem csak a korrupcióra gondolok, arra is, de gondolok sok minden másra. Gondolok például az államadóságra. Az államadóságnak a kérdése egy nagyon bonyolult, meg nehéz kérdés, nem akarom önöket ezzel szakmailag nagyon terhelni, de egy dolgot higgyenek el nekem. Ezt az államadóságot nem lehet visszafizetni. Tehát higgyék el, hogy ahhoz, hogy ezt az államadóságot visszafizessük, és nem is, ezt nem Vona Gábor mondja, vagy nem a Jobbik mondja, ezt ráadásul nyugat-európai gazdasági kutató cégek, meg intézetek is kimondták, ahhoz, hogy Magyarország ezt az államadóságot úgymond kezelni tudja, nem is, hogy visszafizesse, hanem csak egyszerűen kezelhető mértékűre szorítsa le, és évről évre ne termelődjön újjá, ahhoz arra volna szükség, hogy mondjuk 10 éven keresztül 10% körüli legyen a GDP növekedése. Látják önök ennek a jeleit? Hát ugye a nullát nem tudjuk elérni, nem hogy a két számjegyűt. Tehát mínuszban vagyunk, ugye most mínusz 1,7%-os volt a GDP tavaly. Nem visszafizethető. 80% környékén már egyébként szinte reménytelen. Mi az, amire szükség volna? Az államadóságnak az újratárgyalására. És erre mindenféle erkölcsi, politikai, gazdasági indokunk meg lehet. Most ebben hagyd ne menjek be, ha lesz kérdés, akkor nagyon szívesen, és nem akarom ezzel húzni az időt. És csak egy dolgon gondolkodjanak el, miért van az, hogy amikor ezt fölveti a Jobbik a parlamentben, akkor Orbán Viktor és mindenki más, az MSZP is azt mondja, hogy erről még ne is beszéljünk. Tehát ez már önmagában gyanús kell, hogy legyen szerintem a gondolkodó emberek számára, hogy Antal Józseftől kezdve mindenki azt mondta, az összes kormányfő Magyarországon, hogy államadóságot nem lehet újra tárgyalni. Pedig mit jelent az államadóság újratárgyalása? Azt, hogy azt mondjuk
a hitelezőinknek, hogy figyeljetek ide, mi ezt nem fogjuk így bírni. Tehát nem lehet folyamatosan elvárni Magyarországtól azt, hogy fizessük az államadóságot, de közben meg szétverik a gazdaságunkat, szétverik a gyárainkat, nincs már munkájunk, miből fizessük ezt az adósságot. Tehát azt szeretnénk kérni tőletek, hogy valami fajta könnyítést adjatok. Akár adjatok nekünk 5 évet, amíg talprájtjuk az országot, akár alakítsuk át úgy az ütemezést, hogy az vállalható legyen, mert így emellett a prés mellett a magyar gazdaságot nem lehet fejleszteni. Nem lehetne egy ilyennel előállni önök szerint? Nem volna jogos és értelmes és hiteles kérés ez a részünkről? Tudom, hogy ettől drasztikusabb kell, de ezt akartam mondani, ez lett a következő mondatom, hogy ez még igazándiból egy liberális javaslat. Mert mondhatná azt is Magyarország, hogy uraim, köszönjük szépen, nem fizetünk. Ugyanis ezt az adósságot mi a kommunizmustól örököltük. És mindenféle erkölcsi alapunk megvolna arra nézve, hogy egy volt diktatúrának az örökségével kapcsolatban mi ne vállaljunk felelősséget, és ne büntessenek bennünket azért, mert annak idején egy diktatúra bennünket erre az adósság spirálra kényszerített. Tehát sok minden, tehát az államadóság újratárgyalásnak is van különféle szintje, ugye néhány évnyi moratórium, a törlesztés mikéntjének az átütemezése, akár a tőke egy része, vagy a tartozás egy részének az elengedése, tehát sok minden van. A lényeg az, hogy de legalább valamit érjünk el, valami eredményt. A semminél bármelyik jobb. Jelen pillanatban mi fizetünk, mint a katonatiszt. Fizetünk. És most itt a kormány, ugye milyen büszke volt, nem tudom mennyire hallották a hírekben, hogy kiadtuk a dollárkötvényeket, kapkodtak a dollárkötvényeinkért a kormány. Tudják, hogy mit jelent a dollárkötvény? Az a baj velünk magyar emberekkel, hogy mi nem értünk a pénzügyekhez. A magyar génekben ez nincs benne. Ez hiányzik a mi DNS-ünkből. Van, akiknek ez jobban megy, nekünk nem megy. Tehát mi a pénzügyekhez nem értünk, és ezzel visszaél a politika rendszeresen, hogy mi nem értünk a pénzügyekhez, és egy magyar ember számára a 100 millió forint, meg a 100 milliárd, az ugyanannyi, sok pénz. És ezzel vissza, tehát ezt rendszeresen kihasználják velünk kapcsolatban, és az államadóság kérdésével kapcsolatban is így van. Ez egy lyukas hordó. A másik ilyen lyukas hordó, ez megint egy tabu kérdés, az Európai Unió. Ugye azt mondják, hogy az Európai Unió az nagyon jó nekünk, mert több pénzt kapunk vissza, mint amennyit befizetünk. Ez így is van. Amit mi az Európai Uniónak befizetünk, az mondjuk harmada annak, mint amennyit visszakapunk papíron. Mert ennek a pénznek egy jelentős részét nem tudjuk lehívni. Ennek a pénznek a jelentős része az, amikor ugye ide érkezik Magyarországra, meghatározott célok mentén használható fel, amit nem mi szabunk meg, hanem Brüsszel. Tehát nem arra fordítjuk ezt a pénzt, amire nekünk jó lenne, amire ők megmondják, hogy jó lehet. Utána, ha ezek a pályázatok kiírásra kerülnek, sokszor multinacionális nyugat-európai cégek nyerik a pályázatokat. Tehát egyik zsebből átteszik a pénzt a másikra. Amit befizetünk, az a mi pénzünk, az a mi adóforintunk. Amit visszakapunk, az nem mindegyik a mi zsebünkben landol, sőt, ami meg esetleg magyar zsebben landol, azt meg a korrupció elnyeli. Dióhéjban így tudnám összefoglalni az Európai Uniós támogatások történetét. Tehát lehet, hogy papíron ez több, de nagyon nagy a veszteség, és akkor ebben még nem is vettem bele azt, hogy az Európai Uniós csatlakozásunk miatt az egész magyar gazdaságot olyan nyitottá kellett tenni, hogy nem tudjuk megvédeni a saját gazdasági érdekeinket. A közgazdászaink kiszámolták, vagy a nemzeti oldalon a közgazdászok, hogy 1990-től tart az a jogalkotási kényszer a Magyar Országgyűlésben, hogy úgy kell alakítanunk a törvényeket, hogy tudjunk csatlakozni az Európai Unióhoz. Onnantól kezdve Antal József mondta, hogy irány Európa, és ugye elkezdődött a magyar jogrendszernek és a gazdasági törvényalkotásnak az olyan átalakítása, hogy alkalmasak legyünk az uniós csatlakozásra. Ez nagyjából azt jelentett, hogy nyitottá kell tenni a gazdaságot, szabad prédává váltunk az Európai Unió számára, és a közgazdászaink kiszámolták, hogy azzal, hogy leépítettük a vámrendszerünket, azzal, hogy a magyar ipari, mezőgazdasági bázisainkat szétverték, letarolták az Európai Unió csatlakozás előtt és után is a gyárainkat, most hagyd ne mondjam, önök is ismerik a történetet, és azzal, hogy a multinacionális tőke szabadon a profitját szabadon viheti ki Magyarországról, ez nekünk az elmúlt 21 néhány évben 80 ezer milliárd forintunkba került. De mondtam, hogy nehezen tudjuk, hogy ez mekkora pénz, csak hagyd mondjam, hogy az, amit visszakaptunk az Uniótól, úgymond, papíron, ezt is mondja, papíron, az meg 8 ezer milliárd forint. Tehát a tízszeresét elvesztettük az uniós csatlakozással, még a legjó indulatúbb számmal együtt is, mint amennyit ebből mi profitáltunk. És ugye itt is józan paraszt észre szeretnék appellálni, meg arra szeretnék hagyatkozni, hogy hát azt gondoltuk tényleg, azt hittük, hogy Nyugat-Európa majd segíteni fog nekünk.
Hát ennyire naivak voltunk, mert Orbán Viktor azt mondta nemrégiben pár napja, hogy az Európai Unió az egy kompenzáció Magyarországnak, amiért sokat szenvedtünk a kommunizmus ideje alatt, most segítettek rajtunk az Európai Unióval. És akkor meg is kérdeztem tőle a parlamentben, amikor most az első ülésnap, hogy miniszterelnök, hogyha ez volt a kompenzáció, mi lesz majd, ha büntetnek bennünket? Hát ugyanis mi történt? Bejöttek, kinyitottuk a kapukat, fölvásárolták az összes gyárunkat, aztán bezárták, hogy ne legyen konkurenciájuk, útnak bocsátották a több százer embert, és most pedig uralják a piacainkat. És esélyünk nincs arra, hogy a magyar gazdaságot a jelenlegi uniós keretek között újra talpra állítsuk. Hát ez volt a kompenzáció, hát köszönjük szépen. Hát ezért védtük őket a töröktől, meg a tatártól, meg az orosztól ennyi ideig, akkor ez tényleg nagy köszönet. Ez tényleg nagy kompenzáció, meg a kommunizmusért cserébe. Szóval az Európai Unió az szintén egy lyukas hordó, és erős. Beszél valaki erről rajtunk kívül? Mindenki ilyen rózsaszín ködöt fejt, hogy az Európai Unió, az MSZP-sek is, meg a fideszesek is, mindig hallgatom ott a külügyi bizottságba, Kovács Lászlóval vagyok egy bizottságban a külügyibe, mondja, hogy hát Európa, ha jól működik Európa, az Magyarországnak is milyen jó. Hát tényleg azt hiszük, hogy itt van milyen jó, tehát van a világban jó érzés, meg jó szándék, itt érdekek vannak. Hát nehogy azt higgyük, hogy a német, meg a francia, meg az angol nem azon gondolkodik, hogy tudja saját magát segíteni, erősíteni. És hogy tudja Magyarországot, mint piacot, mint lehetőséget kihasználni, hogy a saját gazdaságát erősítse. Nem is érdekli őket, és ezért nem is haragszom rájuk, ez ő szempontjukból jogos. Nem is érdekli őket, hogy mi lesz velünk. Hát elnézést, magasról tojnak rá. Hát mit érdekli őket, hogy itt mi szenvedünk bele, gebedünk már ebbe az egész helyzetbe, amit ránk kényszerítettek. És ha ezt látjuk, akkor hagyd mondjak még egy riasztó dolgot, az Európai Unió már régen nem az, amihez csatlakoztunk. Hát itt elindult a válságra való hivatkozással, ami vagy van, vagy nincs, az is egy jó kérdés. Erre való hivatkozással elindult egy folyamat, ami azt mondják, hogy egységesíteni kell az Európai Uniót, azaz még inkább föl kell számolni a nemzetállamokat, és egy egyesült európai államokat kell létrehozni. És Orbán Viktor mindenféle szabadságharca közepette minden egyes ilyen papírt aláírt. És amikor a Jobbik azt felveti, hogy nem kellene erről népszavazást tartani? Nem volna itt az ideje, hogy megkérdezzük a magyar embereket most már lassan 10 év távlatából, hogy benn vagyunk az Unióban, hogy tetszik-e ez nekünk 10 év után, vagy lassan 10 év után, akarjuk-e ezt, vagy esetleg nem? Nem jogos kérdés? És Orbán Viktor erre azt mondja, hogy ezt 2004-ben már az emberek eldöntötték. 2004 óta nagyon sok minden megváltozott. Tehát mi nem ezt csatlakoztunk, az se volt már jó, de amilyen irányba meg most megy, az meg aztán egészen elképesztő. Mert miért? Azért, mert hogyha az Európai Egyesült Államok létrejön, akkor higgyék, az azt jelenti, hogy mivel megszűnik a nemzetállamok önállósága, a költségvetés már nem is a Magyarországgyűlés fogja írni, hanem Brüsszel, akkor már most is már ennyi a mozgásterünk, hogy hogyan tudjuk a magyar gazdaságot esetleg talpáltani, akkor végképp megszűnik. Hát akkor egy tartomány leszünk. Annyi önállóságunk lesz, mint az Egyesült Államokban Ohio államé. Semmi. Vagy lesz egy saját serifünk, vagy nem tudom. Tehát, és azt elviccelem, persze, elvicceltem is, de ez egy hatalmas nemzet tragédiának tartom, ugyanis a magyarságot valamivel jellemezni kéne, akkor mindig a történelem alapján, és mint történelem tanár ez nekem szívügyem, ez a szabadságért való harc, az át meg át szövi az egész történelmünket. És Orbán Viktor meg minden felhatalmazás nélkül aláírogatja ennek az egésznek az eljátszását. Hát az elmúlt évszázadok harcait tesszük értelmetlenül, most nem akarok ilyen dimenziókat megnyitni, de erről van szó. És akkor itt még csak egy dolog az, hogy az Európai Unión belül például a magyar föld megvédése nem lehetséges. Hát miért nem ezért harcol Orbán Viktor? Miért nem mondja azt, hogy tudom, hogy a föld, Európa minden országában szabadon vásárolható, mert ez az uniós norma. És tényleg így van. De próbáljanak meg önök Dániában földet vásárolni, vagy az osztrákoknál. Nem fognak tudni, még akkor se a pénzük van. Tehát nem csak azért, mert mondjuk a dán földárak 10-20-szor drágábbak, mint a magyar földárak, és nincs pénzünk, hogy megvegyük, ellentétben velük, akik meg tudják majd venni a mi földjeinket, hanem azért is, mert ott nincs piaca a földnek. Ugyanis például Ausztriában a földből az osztrák paraszt megél. És a családját el tudja belőle tartani. Hát hülye lenne eladni azt a aranytojást tojott lyukot, amit földnek hívnak. Nálunk meg pont fordítva van, mert azt várják szerencsétlen földtulajdonosok, hogy mikor lehet végre viszonylag jó pénzért a külföldinek eladni a földet, mert akarnak tőle szabadulni. Egészen más helyzet van. És Orbán Viktornak meg a magyar miniszterelnöknek ki kéne állni, és azt kéne mondani, hogy mi a magyar földet egy olyan kérdésnek tekintjük, amiben nem engedünk. Tehát ez nekünk a mi gazdaságunknak a talpraállítása szempontjából egy olyan kulcsfontosságú terület, amiben nem engedhetünk, és ebben külön elbánásmódot kérünk. Van ilyen példa? Van. Nem tudom, hogy tudnak-e róla, hogy Nagy-Britannia minden egyes évben az Európai Unió költségvetéséből külön elbánásra hivatkozva kap egy külön összeget.
arra hivatkozás, hogy Nagy-Britanniának nincs mezőgazdasága, és mivel a mezőgazdasági kassa a legnagyobb kassa az Európai Unióban, és ez ugye ebből Nagy-Britannia nem nagyon kap, ezért ő úgymond kompenzálásképpen kap, most pontosan nem tudom mennyit az összeg, de nem kis összeget, kap úgymond pofára. Tehát, hogy akkor jó, hát nektek nincs mezőgazdaságot, akkor kap ez a tiétek. Tehát mi elvileg fizetünk Nagy-Britanniának, amikor beadjuk oda a pénzünket, egy kis kompenzálást. Tehát egészen abszurd ez az egész Európai Unió, és egyre abszurdabbá válik. Tehát megyek tovább, mert nem akarok leragadni ennél se. Lyukas hordóknál jártunk, ugye? Hát a korrupció maga. Ami a korrupció meg a politika szinonimájává váltak egymásnak. Hát is egy lyukas hordó. De megyek tovább most, hogy erről is tudnék beszélni, nem is keveset. A jelenlegi kormány idején például ugye a földbérleti pályázatok körüli botrány. Hát új földosztásra lesz itt szükség, ha így haladunk. Hát itt Ángyál Józsefnek érdemes meghallgatni a gondolatait. 200 családról van szó. Itt 200-300 olyan család van, aki a kezében tartja a magyar földtulajdont. Tehát nem is biztos, hogy az a legfontosabb kérdés, hogy magyar kézben vagy nem magyar kézben. Mert Orbán Viktor még akár mondhatja azt is, hogy hát uraim, én magyar kézben tartom a magyar földet. Hát persze, csak... Hát latin-amerikai modell alakul ki, lesznek ilyen szuperbirtokosok itt, már nem is nagy birtokosok. A neveket megismerik ezt nagyjából. De itt van például Simicska Lajos neve, senki nem mer beszélni róla. Ha elhangzik a neve a parlamentbe, a Fidesz összes képviselői menekül a pad alá, hogy ő itt se volt, amikor elhangzott a neve, ő nem is, nincs is jelen az országgyűlésben. És amikor a Jobbik a kezdeményezésemre összegyűjtötte az aláírásokat, hogy egy vizsgálóbizottság jöjjön, álljon föl. Nincsenek illúzium persze a vizsgálóbizottsága kapcsolatban, de azért úgy szívesen beidéztem volna Simicska Lajost az országgyűlésbe, hogy vizsgáljuk meg, hogy miért van az, hogy ő a közpénzek pályáztatásai során ilyen nagy gyakorisággal nyer. Orbán Viktor egykori szobatársaként biztos csak véletlen. De mi szeretnénk ezt a közel 300 milliárdot, ha jól számolunk, megvizsgálni, hogy ez hogyan került oda, vagy ebbe a körbe, vagy hogyan kerültek ők egymással ilyen módon kapcsolatba. Mindenféle házszabályi feltételnek megfelelt a kezdeményezésünk. A Fidesz azt mondta, hogy ezt inkább elsöpri, meg nem. Meg lehet ezt kérdezni. Miért nem kérdezzük meg azonnali kérdésbe? Hát azért, mert megkérdeztük háromszor, csak nem kaptunk rá választ. Én el is mondtam ott is a miniszterelnöknek, meg a Fidesznek, hogy ha önök azt mondják, hogy ez pusztán csak provokáció részünkről, meg riogatás, meg, akkor miért nem állítják fel a bizottságot, és bizonyítják be? És akkor szégyenítenek meg engem, meg a Jobbikot, hogy mi csak keltjük a feszültséget. Nem az lett volna hitelesebb út? Fölállítják a vizsgálóbizottságot, és kimutatják, hogy nincs itt semmiféle korrupció, egészen mindig ő írja a legjobb pályázatot, egyszerűen más nem tud jó pályázatot írni, csak ő, és a Jobbik meg mellé beszél. És ez lett volna, de ők nem vállalták, és ezzel azt gondolom, hogy az ember ilyenkor joggal él a gyanúperrel, hogy akkor itt valami nincs rendben. De a korrupción túllépve van azért még itt lyukas hordó. Tehát azt gondolnak, hogy az ennyi lyukas hordó után, vagy ennyi lyuk már bőven elég a hordón, akkor nem elég, vagy elég bőven, csak nem ér még véget a felsorolás. Ugyanis, hát kényes kérdés, de már utaltam rá, én a hordón lyuknak tekintem a cigány felzárkóztatást is. Ugyanis hát 1000 milliárdos tétel, amit erre elköltöttünk már az elmúlt időszakban. És én nem a pénzt kérem számom, tehát nem az első, nagyon-nagyon sok pénzt, tehát akár a pénzt is számon kérhetnénk, de az elsődleges probléma ezzel az, hogy semmilyen eredménye nincs. Tehát ha azt látnám, hogy 1000 milliárdokat költöttünk cigány felzárkóztatásra, és a cigányság felzárkózott, vagy legalább elindult a felzárkózás útján, akkor azt mondanám, hogy megér minden pénzt, mert nagyon fontos, hogy ebből ne legyen nagy baj. De a probléma az, hogy elköltöttünk nagyon sok pénzt erre, és nem, hogy eredmény nem látunk, hanem azt látjuk, hogy a helyzet egyre rosszabb. Egyre rosszabb. Hát itt fölnőtt ugye Baranya megyében, hagyd nem mutassam önöknek a problémát. Hát ezt azért a megyének vannak olyan része, hogy még Borsod megye is belepirul. Fölnőtt itt 2-3 generáció, aki nem látta a szüleit dolgozni, semmiféle mintája nincs a normális társadalmi működésről, vagy a családi modell, hogy az ember fölkel, és akkor azt látja, hogy mennek a szülei dolgozni, mert van munkájuk. Egyszerűen azt se tudjuk, hogy mi van az ő fejükben, milyen mentális képzet van arról, hogy munka. Tehát az a baj, és erről nagyon keveset beszélünk, hogy azt mondják, hogy munkát kéne adni, én nekem azt is felvetném azt a kérdést, hogy lehet, hogy ma az se volna elég. Hát lehet, hogy ma olyan szinten eltorzult a munkához való hozzás, hogy már ha munka volna, se volna képes munkát vállalni. Tehát olyan szinten elvadult, úgymond ettől a világtól a cigánytársadalom egy jelentős része. És ott nagyon fontos elmondani, hogy sohasem szeretek általánosítani, és nem is szoktunk. Tehát
Itt mindig, amikor beszélek a cigányságról, mindig hozzáértem, csak nem mondom el mindig, de kérem, hogy ezt értsék mindig hozzá, hogy tisztelet a kivételnek, és vannak kivételek. Vannak tisztességes, becsületes, dolgozó cigány emberek, akikért minden tiszteletem. De azért ne dugjuk a fejünket a homokba, és mondjuk ki, hogy azért a cigány társadalom kis többsége sajnos nem ebbe a kategóriába tartozik. És ez az országot olyan szinten bénítja, olyan szinten terheli meg anyagilag, pszichésen és mindenféle szempontból, ami elviselhetetlenné válik most már az ország egyre nagyobb területein. És arra nem válasz, hogy több pénzt kell akkor még ebbe. Erre. Ez már régen nem pénzkérdés, hanem ez egyszerűen egy alapvető politikai gondolkodásbeli fordulatot feltételez. Az, hogy végre a cigányságot az áldozat szerepből ki kéne ráncigálni. Itt ugyanis ugye erre már utaltam, itt úgy kezeli a politika ezt a kérdést, és érdemes együttben, hogyha van lehetőség elolvasni a Gyöngyöspatai Vizsgáló Bizottságnak a jelentését, nem azért, mert annyira értékes, nem azért, annyira értéktelen, de mutatja a gondolkodást. Ugye a Gyöngyöspatán felállítottak egy vizsgáló bizottságot, hát frusztrálta a magyar közéletet, hogy hogyan fordult elő az, hogy a Jobbik megnyerje a választást, ezt ki kell vizsgálni, hát ez felháborító. És egy vizsgálóbizottságot kell erre létrehozni, meghallgattak mindenkit a ott élő magyar embereken kívül ebben a vizsgálóbizottságban, és az eredménye körülbelül az lett, hogy a Gyöngyöspatán a probléma a következő, most dramatizálom egy picit, elnézést, de körülbelül ez a mentalitás sugárzik az egész jelentésből. Gyöngyöspatán az a probléma, hogyha leszáll az éj, akkor a Balcsy-Zsilinszky utcában lakó idős nénik, akik nem tudnak parancsolni a bennük dúló rasszista indulatoknak, csukját húznak, és a munkában megfáradt cigányságot rendszeresen terrorizálják. Most dramatizáltam, de most körülbelül ezt sugározza ez a vizsgálóbizottság életés. Tehát valójában egy probléma van, csúnya rasszista magyarok. Miért nem tudjuk ezt a csúnya rasszizmust végre levetkőzni magunkról, holott, és akkor megint a történelem tanár előjön belőlem, hát ha valami undorító, felháborító, az, amikor a magyar embert rasszizmussal vádolják. Az egész történelmünk nem szól más, hogy mindenkit befogadtunk, mindenkit, túlságosan is. Túlságosan is nyitottak voltunk, befogadók, toleránsak, mindenkit ide. Ugye a vérzivatorok miatt meg is kénytelenek is voltunk erre, de mindenkivel együtt is tudtunk élni. És én azt gondolom, hogy a labda nem a mi térfelünkön pattog. Tehát ez nem a magyar rasszizmusról szól. És a magyar emberekben lévő cigánysággal kapcsolatos negatív érzés, az nem előítélet, az tapasztalat, az utóítélet. Az utóítélet. És erről kéne beszélni, és inkább a cigányság térfelére kéne dobni át a labdát, hogy ott, mert ott pattog. És például meg kéne kérdezni egy olyan alapvető kérdéseket, hogy hány cigány él Magyarországon, és miért nem lehet ezt egyáltalán megvizsgálni? Nem tudjuk. Van, aki szerint 500 000, van, aki szerint 600 000, van, aki szerint 2 millió, és ezen belül mindenféle számok mennek. Nem tudjuk. Annyit tudunk, hogy nagyon sokan. Nem tudjuk azt, hogy ezen belül milyen gondolkodásbeli egzisztenciálás állapotok vannak. Erről is persze csak érzéseink, meg tapasztalataink vannak, de nincsenek ezek számszerűsítve. Ez egy nem kutatható terület. Mindent kutatnak, ezt miért nem? Miért nem vizsgáljuk az alapvető problémát? Például azt, hogy van-e a cigányságon belül rasszizmus? Vagy akar-e a cigányság integrálódni egyáltalán? Ez is egy kérdés. Lehet, hogy sértő kérdés, de talán jogos. Mert az integráció mit jelent? Hogy erről is csak úgy dobálozunk ezzel a szóval. Az integráció azt jelenti, ugye egy felemelkedés jelent, beilleszkedést, azt jelenti, hogy elfogadom a törvényeket, betartom a törvényeket, dolgozni próbálok, tanítani próbálom a gyerekemet, elfogadom azokat az alapvető társadalmi szokásokat, normákat, amiben az adott ország él. Akarja ezt a cigányság őszintén, úgy igazán, valójában, vagy a többsége? Nem vagyok benne biztos, hogy mindenki, mivel a politika az elmúlt időszakban mindig felmentést adott, és állandóan a kormányok mindig támogatták őket ebben a mesterséges ilyen áldozatszerepben, most már úgy érzem, hogy följogosítva is érzik magukat sokszor, hogy mutogassanak a többségi magyar társadalomra, és tőlük várják a megoldást. És vagy mondok még egy példát, hol van az a tisztességes, hiteles cigányvezető, akivel le lehetne ülni és tárgyalni lehetne. Hát ugye ezt is el szoktam mindig így mondani viccként, hogyha mondjuk bevezetnénk azt a törvényt, hogy Magyarországon cigányvezető csak az lehet, aki büntetlen előéletű, és 8 osztályos általános iskolai végzettsége van, akkor komoly humán erőforrás problémák lépnének föl a hazai cigány közéletben.
Hát most ugye a parlamenti pártok, a Fidesz meg az MSZP, elnézést, de díszcigányokat betettek kettőt, hármat oda a frakcióikba, és úgy gondolják, hogy ezzel el van, meg van oldva. Nem ezzel van megoldva. Azzal volna valaki, akivel tárgyalni lehet. Hát de nincs ilyen. Kontraszelektált a cigány közélet, persze a magyar közélet is, ezt elismerem.